Üdvözöllek! Bizonyára számodra is vannak olyan dolgok, olyan témák, amelyek érdekesek, szeretsz velük kapcsolatban képben lenni. Nyilvánvalóan a különféle hír és egyéb jellegű oldalakon figyelemmel követheted azt, ami számodra érdekes. Ugyanakkor ennek megvan az a hátránya, hogy általában azért a legtöbben nem szoktak egyszerre rengeteg weboldalt figyelemmel követni, illetve az azon lévő híreket. Ezen segít a Google értesítő, amely ezen a címen érhető el. A Google értesítő a különféle weboldalakról összegyűjti azokat a dolgokat, amelyek számodra érdekesek, és elküldi ezeket e-mailben, illetve ezeknek egy kivonatos változatát. Tulajdonképpen semmi más dolgunk nincsen, mint hogy ide beírjuk azt, ami minket érdekel, vagy pedig itt vannak ilyen értesítési javaslatok. Hogyha esetleg éppen fellelhető olyan, ami számodra érdekes, akkor itt ki tudod választani. Például téged érdekelnek az Amazonnal vagy a Microsofttal kapcsolatos hírek, akkor ezt itt ki is lehet választani. Hogyha valami más szeretnél, akkor persze itt meg is lehet adni, Amazon például. És igazából ennyi, itt meg kell adni azt az e-mail címet, ahova szeretnéd kapni az értesítéseket. Megadok egy e-mail címet, és akkor látható, hogy ez majd valahogy így néz neki. Hát itt van a címe, meg a kivonata a hírnek, hát ilyen bevezető mondat tulajdonképpen, illetve az is látható, hogy honnan származik az adott hír. Valamint itt van néhány opció. Gyakoriság, források, nyelv, régió, mennyiség. Hát most ezeket különösebben úgy gondolom nem nagyon kell részletezni, ezek így eléggé egyértelműek. Hát hogyha minden megvan, akkor kattintsunk a gombra, és látható, hogy ebben az esetben, hogyha nem volt bejelentkezve a Google-be, akkor itt be kell jelentkezni most már. Tovább, és akkor bejelentkezés. És hát tulajdonképpen ez így ennyi. Ha szeretnénk egy adott e-mail címhez értesítést beállítani, akkor rá kell kattintani ide a pluszra. Látható, hogy itt van már egy értesítés, de itt továbbiakat meg tudunk adni, akár innen kiválasztva. Értesítés létrehozása, és ennyi tulajdonképpen. Ezeket persze lehet törölni, vagy éppen szerkeszteni is. És akkor látható, hogy itt van gyakoriság, források, nyelv. Tehát ugyanazok az opciók, mint amit a létrehozásnál láthattunk. És akkor ezek után tulajdonképpen semmi más dolgunk nincsen, mint hogy várjuk az értesítéseket, amiket természetesen bármikor törölhetünk.